Na sziasztok, kedves nézők, ismét behavatott a táj. Még mindig 2023. december van. Egy ilyen kis rejtek helyett a vízbe rejti ez a kis gödröcske. Ugye ennek ilyenkor, hogyha egy kicsit megfagy a teteje és újra elkezd esni a hó, akkor lesz belőle egy ilyen jeges rész, amikről már beszéltem. És akkor baromi jó érzés, amikor beleszakadsz és befolyik a csizmába a víz, mert ugye akkor kiszinteződik és még egy 5 centivel több rá tud hullani, és a tetején belefolyik a csizmádba is a víz. Pedig ugye elég magas szára van ennek a kis csizmának, most nem is lehet kijönni bakancsba, mert ilyen rejtett gödrök vannak, aminek az alja vizes. Mert ha tök így belelépsz, és akkor egyből víz akad az alján, vagy itt is mondjuk, ahova léptem is, és alatta meg már víz van, és a bakancsok ebben szépen megmerülnek, meg a repedéseim bele csordogál a vízecske, és akkor megvan a megfázási lehetőség, mert nem kellemes dolog, mert akik itt a taligába is megint megállt a hólé víz, este eső esett, és ebből lett ez a mostani helyzet. Hát ilyen időszakokban, ilyen helyzetben kell a jószágokat ugyanúgy megetetni, ugyanúgy vizeket vinni neki, és egyéb feladatokat ellátni. Ugye ilyenkor mindig elő szokott fordulni, hogy a villanyhálózatban valahol benyírkosodik valami, ugye főleg amikor fúj a szél, az bekotor olyan helyekre esőt, havat, ahol be tud nyírkosodni. Nekünk évére elé van fölrakva. Ezt a bociéknak köszönhetjük, hogy sikerült kedvező áron annak idején beállítani, vagy beépíteni. Mikor ugyan már sok emberrel lett beszélgetve, azt egyszer csak idejöttek, azt egy fél nap alatt viszonylag olcsó pénzért megcsinálták. Ezt ajánlom mindenkinek, hogy azt csináltassátok meg valamilyen szakemberrel, mert amikor ilyen nyírkosság van, és ez megint a spórolási kategória, amikor egy nyírkos, nedves idő van, és mondjuk akár egy gumicsizmába is, amíg nem vizes belőle lábad, addig viszonylag nagyjából védbe vagy, de bármikor átnedvesedik, beizzad a lábad, vagy akármi, úgy agyon vág az áram, mint a húzat, hogyha ha egy ilyen vizes dzsuva alatt valahol megy egy vezeték, mert mondjuk viszel villanyt, hogy föl tudják kapcsolni valamit, vagy fönn a tetőn. Nekünk volt olyan annak idején, hogy ilyen légkábelen ment a kábel, ráesett valami faág, egy ilyen havas esős dzsuva után, hozzáért a vas kenelhez, ami a kutyát izélte, a kutyát vette körbe, és a kutya meg neki dörgölődött ilyen vizes szőrrel, és rázta őt az áram. És borzalmas dolog ez, hogy ugye rögtön utána vezettettük be ezt az érintésvédelmi relét, mert nem is gondolta az ember, hogy mitől, mert igazából ilyen megcsípett az áram, tehát van olyan, amikor feltöltődsz, ugye, amikor dörgölsz valamiket, meg viszel, hozol, cipelsz zsákot, akármit, akkor egy feltöltődsz árammal, akkor is van, hogy megfogod a kaput, azt úgy megráz, mint hogyha áram lenne benne. És közben nem ilyen feltöltődés volt, hanem áthúzott a vezeték, és akkor ebből óriási probléma lett. Tehát ilyen időszakban baromira nehéz megoldani azt, hogy ne tudjon átmenni az áram, mert ugye a rossz minőségű szigetelőanyagok a vezetékeken megtörnek, és az ilyen megtört kábelekbe belecsorog ez a nedves lé. Az jégcsap formájában akár, ha nem is érnek össze, jégcsap formájában eléri, mert csöpög és visszafagy, eléri a vasfelületet, és abban a pillanatban nem az automatát veri le, hanem elkezd így áthúzni, és óriási problémákat tud okozni, akár agyon is vághat az áram. Tehát egyik fontos dolog, hogyha 220 volt be van vezetve, akkor mindenféleképpen érintésvédelmi relét rakassatok be. Ennek lesz megint egy hátrány, hogy nem pukizgatok, csak a hó ropog a talpam alatt, hogy itt lépkedek, már látjátok, hogy egész kitapicskoltam, mint a tyúkok, tipegek ide-oda,
próbálom elmondani azokat a gondolatokat, ami fontos lehet, és ez megint nyári időszakban nem is gondol rá az ember. Tehát az a lényege, hogy ezeket a dolgokat meg kell oldani, mert baromi nehéz, hogy állandóan vissza kell kapcsolgatni, meg kitalálni, hogyha leverte, hogy éppen melyik körnél mi lehet nedves, vagy mi lehet az, ami egyszerre bekapcsolt valami, és akkor lecsapja az automatát. De inkább ilyenekkel bajlódjon az ember, mint egyszer meglegyen a baj, és legyen belőle egy áramütés. Ezek nagyon fontosak a tanyán, és a földelést is ne felejtsétek el beköttetni, tehát ne csak két szál vezetékkel legyen ilyen lengó dugók bekötögetve, hanem mindegyik vigye magával a földelést is, és legyenek is bekötve, mert életmentő lehet, hogyha ha ilyen dzsuva idő van, és valamit meg kell fognod, mert soha nem tudhatod, hogy hol, mi, hova fog áthúzni egy vihar, egy ilyen esős dzsuva után. Tehát ezek nagyon fontosak. És öltözzetek be mindig úgy, hogyha bukás van, estek valamit, vagy valaminek neki mentek, akkor azért védve legyetek. Tehát a vastag kabát, a több rétegű pulóver, meg egyéb ilyen olyan dolgok, azért ilyen biztonsági dolgok is, meg fölfogják az esést, fölfogják az egyéb dolgokat. A másik, arra nagyon figyeljetek oda, mert ez betegség megelőzés, ez is egyfajta spórolás, mert baromi sokba kerül, meg az elmaradt munka, meg a tönkrement dolgok is sokba kerülnek, hogy az egészségetekre figyeljetek oda abban a pillanatban, hogy átvizesedik az oknitok, nadrágotok, cipőtök, azért próbáljatok meg ebből kettőt-hármat beszerezni, és ha kell, napi szinten cserélgessétek. Ezt tudom, nagyon nehéz, mi is lakókocsiba, amikor kezdtünk, akkor a fűtőtest előtt volt 5-6 cipő, aztán a nyári tornacipőtől kezdve minden volt, mert ha csak az volt száraz, még mindig többet ért arra 10 perc, hogy ki kellett még valamit menni elintézni, mint az, hogy a vizes bakancsot fölvegyem, ami tocsogott a víztől, és a vizes zoknikat is ott szárítgattuk, ilyen flakonokra volt fölhúzva, és próbáltuk megszárítgatni, és két-három törölköző száradt, amiben a lábunkat, meg magunkat törölgettük meg. Tehát borzalmas, nehéz dolog ez, aki nem éli ezt át, az el se tudja képzelni, de aztán, ahogy összesporolgattunk pénzeket a következő telekre, megpróbáltuk ezeket a dolgokat kijátszani, és megszerezni olyan cuccokat, mint mondjuk ez az Evahab csizma is, amiről igazából nem is tudtunk, és nagyon jó szolgálatot tett arra, hogy egy melegebb dologba, és akkor ebbe is ilyen betéteket kell rakni. Én is most ilyen vastagabb talbetétet tettem bele, mert ugye szétment a bélése, és akkor így egy-két órát el lehet vele bohóckodni dupla vastag zokniba. Na hát ennyi lett volna így a időjárás jelentéssel együtt. Gyorsan adok most megint az állatoknak valamit enni, mert kitakarítom ezt a taligát, mert egy kicsit behavasodott. Van, látjátok, vastagó hó. Ez az a hó, amiből mocskos hógolyókat lehet egy gyúrni, mert ezt, hogyha sima kézzel, nem kesztyűvel összegyúrod, akkor egész ilyen jégcsapá össze lehet csapni, és hogyha ezt tényleg ilyen szemét módon sokáig markolászod, hogy egy pontos célzást csinálja, olyan, mint a kővel verni fejbe valakit. Tehát látjátok, ezt teljesen így össze lehet így facsarni. És annak idején, aki ezt így megcsinálta gyerekként, és valakit telibe talált, na ilyenek verik ki az embernek a szemét, meg azért nem az a vastag nagy ilyen hótömb, ami eltalál, aztán csapódik egyet a szétplacsan, hanem ez ilyen, hallottátok a hangját, mint a kővel dobnád meg a illetőt, és ezt valaki kajakra megdobta 2-3 méterről, az nagyon be tudod dagadni a szem meg az arc, hogyha azt úgy eltalálta, hogy kiverte a fogát, vagy akármi. Tehát gyerekként azért voltak ilyen elvetemültségek, mert ugye ment a hógolyózás, ment a különböző hülyeskedés, és ebből óriási balesetek voltak. Na hát ezek is ilyen kis emlékek. Ugye attól, hogy ilyen vizes volt, meg a kesztyünk is vizes volt, attól még hógolyóztunk. Én még abba a generációba tartozok, nem számított, hogy a kezem vizes lesz, vagy átfagy. Maximum lehelgettük, meg dörzsöltük így a nadrágunkhoz, hogy átmelegedjen. Aztán mentünk tovább játszani. Azt látom, ez a mai fiatalságból valahogy hiányzik, mert csak a telefont nyomkodják meg a számítógépet, és ki se dugják az órukat.
Persze van egy-két kivétel, de a nagy többség. Akkoriban a nagy többség az kint volt, és még ha szarrá volt ázva, akkor is csinálta. Még ha szülők rászóltak, meg elverték érte, akkor se akartunk bemenni. Na hát ezzel búcsúzom. Sziasztok!